A koronavírus járvány újabb hullámától tartanak Pekingben, miután múlt csütörtökön az egyik nagybani piacon csaknem 80 fertőzöttet azonosítottak. Hétfőn bejelentették, a piacnak helyet adó kerületben 10 lakónegyedet vesztegzár alá helyeznek. A pekingi járványügyi központ egyik szakértője azt nyilatkozta, hogy a vírus genomjának előzetes vizsgálata szerint a kórokozót Európából hozták be. Európában közben folytatódik a határok megnyitása és a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások feloldása. Az Egyesült Királyságban újra kinyithatnak az üzletek. A miniszterelnök az egyik londoni bevásárlóközpontban kávézott. Majd arról beszélt, hogy az emberek közötti 2 méter távolság betartása hasznos a járvány terjedésének megelőzésében. Ezen felül pedig dicsérte a briteket, amiért számos áldozatot hoztak a járvány elleni küzdelemben. Franciaország is tovább lépett a lazítások szintjén. Újraindul a gazdaság, Párizsban az éttermek belső terei kinyithatnak, az idős otthonokban engedélyezik a látogatást. Az Egyesült Királyságból és Spanyolországból érkezőknek viszont továbbra is 2 hét karanténba kell vonulniuk, mielőtt a francia emberek közé mennek. A hétvégén Spanyolország újabb régióiban oldották fel a korlátozásokat. Barcelona strandjai is megnyitottak, de olyan nagy tömeg indult a partra, hogy a városi csendőrségnek korlátozni kellett azok számát, akiket beengedtek a strandokra. Az európai utazók körében népszerű jordániai Petra városa még más képet mutat. A járvány Jordániában nem enyhült, a turista szezon hiába indult el, ide még nem érkezhetnek nyaralók. A turisták távolmaradása közvetve 100 000 ember munkáját érinti.